régi felvételeken tűnik fel, hogy akár fél száz évvel ezelőtt is egyszerűen nem játszottak nők a zenekarban, illetve alig. A napokban hallgattam, néztem meg egy 67-es felvételt Dávid Oistrachtal és a Berlini Staatskapellével, Sosztakovics első hegedű verseny. Itt most kitérnék arra, hogy egy pár másodpercet játszanék is belőle, mert ez az egyik kedvenc darabom, hogy egy árva nőt nem látok a zenekarban. Napjainkban ez mára már oldódott. Egyre vegyesebb a zenekar összetétele. Akár látunk nőt, aki harsonyázik, vagy férfit, aki hárfázik. A jó az nem férfi és nő, hanem jó zenész, jó muzsikus. A női karmesterekkel szembeni előítélet még él, talán azért, mert a karmesteri szerepet, a koncepció meghatározását, a vezetést, az akarat átvitelt emberek még mindig nagyon férfias dolognak tartják. De csak gondoljunk abba bele, hogy hány sikeres női politikus volt az elmúlt pár évtizedben. A mostani koncertből különösen Sosztakovics szimfóniájának nagyon örülök, ugyanis nagyon-nagyon szeretem, nagyon tisztelem. Ő a kedvenc 20. századi orosz zeneszerzőm. Akármilyen szörnyű korban élt, őt támadták politikailag, szakmailag, soha nem vesztette el a humorérzékét. Nagyon várom Marin Alsop karmesterre a közös munkát.